A sportlövészetben még a vírushelyzet alatt sem álltak le teljesen a versenyzéssel. Több online viadalt is szerveztek az utóbbi hónapokban. Itthon az UTE és a KSI hozott össze ilyen megmérettetést. Újra puska, illetve újra pisztoly néven. Ez még folyamatban van, tehát most pont kijönnek ilyen kis gyerekbetegségek, hogy ledob a rendszer, valami mást kell választanunk. Muszáj volt, kénytelenek voltunk. Egyelőre nem látjuk, hogy a hazai versenyrendszerbe bármi is elindult volna. Ezért a KSI vezetője, Páplitta Györgyi megkeresett ezzel, hogy mi lenne, ha rendeznénk egy ilyen versenyt. Ők rendeznék a pisztoly részét, mi a puska részét, és természetesen egyből igent mondtunk, hiszen a mi versenyzőinknek is szüksége van arra, hogy mégis egy kicsit emelkedett pulzussal tudjanak edzeni. Az online versenyen elért eredmények jó visszaigazolásai voltak az otthon végzett munkának. Nálunk folyamatos volt az online kapcsolat, tehát az edzők is online tartották minden nap. Kérték be adtak ki feladatokat, kérték be az eredményeket, képeket küldtek, rövid videókat küldtek a gyerekek. Szinte mindenki, akik versenyeznek, mindenki tudott otthon a saját felszerelésével célra tartani, szketre edzeni, vagy esetleg valóságosan is lőni. Úgyhogy nyilvánvalóan az edző szeme ott a helyszínen azért mindent lát, tehát jobb lett volna, de aki otthon becsületesen meg elvégezte a munkát, az most itt az eredményeken látszik, hogy azt látjuk, hogy elvégezte a munkát. Hogy a vírus miatt megváltoztak a körülmények a lőtéren, az már a levegőbe beleszagolva érezhető. Az UTE elég szigorú szabályokat hozott az összes létesítményébe, tehát felszereltek olyan automata fertőtlenítőket, akkor minden nap 2 órás fertőtlenítő takarítás van, tehát olyan hipószakba jövünk minden nap, hogy csak nap. Ez nagyon helyes. A gyerekeknek is pontos beosztást csináltunk. Tehát eddig az volt a rendszer, hogy iskola után idejöttek, aki mikor ért, 2-kor, 3-kor, 4-kor, és amíg itt voltak este 7-ig, 8-ig, itt lehettek, lőttek. Most sajnos ezt nem tudjuk megvalósítani, hanem szigorú beosztás szerint megvan, hogy melyik az a gyerek, itt mondjuk 2-től 4-ig van az edzés, 4-től 6-ig, vagy így tovább. Persze ezt a szülőkkel egyeztetni kellett, hiszen ezek kisgyerekek, őket még tömegközlekedve, még van, akit most sem engednek a szüleik, tehát a szülőknek kell hozni, a szülők kint várnak az autóba, és amikor végeztek, akkor viszik el a gyerekeket. A kényszerű változtatásokból lesz olyan, amelyet a helyzet normalizálódása után is megtartanak az egyesületnél. Biztos, hogy az általános iskola felső tagozata és a gimnázium elején az lévő gyerekeknek megtartjuk a pontos beosztást. Tehát sokkal koncentráltabban tudnak dolgozni, amikor tudják, hogy 2-től 4-ig van idejük. Utána beszélgethetnek, találkozhatnak, de ez az idő, ez sokkal jobban bejött nekünk, mint az előtte lévő, hogy bármikor bármit csinálhatnak. Tehát ez biztos, hogy meg fogjuk tartani. Nyilvánvaló ez nem vonatkozik a mondjuk a junior válogatottunkra, hiszen ők akkor jönnek, amikor akarnak. Ott jártunkkor nem csak hipószak fogadott minket az UTE lőterén, hanem sütemény is, hiszen Lenz Erika születésnapját ünnepelte. Azért szabad, mert van kézfertőtlenítőnk, tehát természetesen kezet fertőtlenítenek előtte. Hát igen, kort nem mondok, de 38 éve vagyok itt a lőtéren. Úgyhogy ezt hozzá lehet adni, hogy nagyjából mikor lehetett elkezdeni, és kerek számot ünneplek. A rendszer működéséről a verseny ötletgazdáját kérdeztük meg. Mindenképpen szerettük volna a kapcsolatot tartani online a többi helyszínnel is, és hogy frissek legyünk, ezért létrejött egy webhely, ahol frissítjük az eredményeket, ezért is kértük a többi egyesületet is, hogyha tudják, akkor 10-esével közöljék velünk az elért eredményeket, úgyhogy ez most egy kicsit nagyobb munkát okoz nekünk, viszont frissek vagyunk, és tényleg ahogy készen van valaki a 10 lövésével, már visszük is be a rendszerbe, ami 5 másodpercenként frissül, és így rögtön lehet látni, hogy Debrecenben, Nyíregyházan vagy itt Budapesten ki mennyit lőtt. A résztvevőknek nem csak a kevesebb lövés hanghoz kellett hozzászokni. Most így egy hely kimarad mindenki közt, és mindig ott van előttünk ember, az mocorog néha egy kicsit, és most nincsen, és kicsit fura. A lilafehérek ifjú lövője az otthonlét alatt sem esett ki a gyakorlatból. Mi kertesházban lakunk, és csináltunk így a testvéremmel, apukámmal ilyen lőállást. Miután
hogy nálunk volt a puska, és vihettünk haza lövedéket, akkor a testvérem, mivel előbb járhatott be edzésre, ő mindig feltöltötte az én palackomat, és így tudtam otthon lőni, így a kertbe. Az idősebbek a kijárási korlátozások alatt is látogathatták a lőteret, ám Fábián Sára Ráhel nem tartozott közéjük. Többnyire fizikai edzések voltak nekem otthon, és mellette az iskolára fektettem nagyobb hangsúlyt, hogy évvégén jók legyenek az átlagaim. Voltak célra tartós edzések otthon, de nem jöttem be a lőtérre egyáltalán. Hát mindenképpen meg fog látszani az eredményen, de szerintem úgy elkezdtünk edzeni, és számomra a vártnál jobbak voltak az eredmények, úgyhogy hát kíváncsi leszek erre a mostani versenyre, de igazából nem tudom megmondani, mert ilyen még soha nem volt, hogy ekkora pihenőnk legyen. Az elmúlt időszak tanulságokkal is szolgált a KSI sportolója számára. Több fizikai edzésem volt, az mindenképpen jót tett, úgy érzem, és ezt szeretném megtartani, hogy a versenyekhez igazítva majd, hogy meglegyenek rendesen a fizikai edzéseim is. Az online megmérettetésen a hazai szövetség elnöke is részt vett. Nem készültem erre a versenyre úgy, hogy felkészülten jöjjek, de ugyanakkor viszont azt gondoltam, hogy fontos, hogy itt legyek, hogy lássa mindenki, hogy elkezdődik a szezon lassan, és érdemes versenyezni, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben is, amiben ma élünk, szembe kell néznünk ezzel a vírussal, és vissza kell térnünk nagyjából a normál életünkhöz. Hogy a normál nemzetközi versenyekhez mikor térhetünk vissza, az már egy nehezebb kérdés. Egyelőre nagy a bizonytalanság, addig, amíg hivatalosan nem lehet beutazni több országba, vagy ha be is utazhat az ember, akkor 2 hétig karanténban kell lenni, addig nincs valós és jó megoldás erre, úgyhogy bízunk abban, hogy ezek a szigorítások megszűnnek hamarosan, és akkor utána a nemzetközi élet is a normál kerékvágásba kerülhet majd. A győztes Pényi István először vágott bele ilyen versenybe, bár hasonlón már indult korábban. Sok-sok évvel ezelőtt, még serdülő koromban, akkor indultam postaversenyen, ugye az ott nem valós időben, tehát nem egyszer előttük a versenyt, hanem a végén került összefésülve az eredmény, és volt aztán majd egy több forduló után egy döntő, úgyhogy igen, ez volt az első olyan élő online verseny, amin részt vettem. Európa bajnok klasszisunk szerint van jövője az ilyen versenyeknek. Érdemes szerintem ilyen versenyeket csinálni, tehát a rendes versenyt sose fogja helyettesíteni, de esetleg mondjuk nagy versenyek előtt az, hogy a többi klub, az összes magyar klub, az összes magyar versenyző egymás ellen versenyez, az szerintem egy nagyon jó edzés körülményt tud kialakítani, és tényleg lehet vele fejlődni. Úgyhogy mindenféleképpen remélem, hogy ez fog folytatódni is.